Wednesday Addams rendezi a legjobb bulik a Trump Cityben. Imádom ezt a dalt, örökké táncolnék rá. Nagyon jó itt. Köszönöm, hogy rávettél, apu. De a buli kellős közepén valami rossz történik. Várj, hol van Wednesday? Ah, srácok, nézzetek oda! Mi az? Mi történt vele? Szörnyű, szegény Wednesday. Ellenőriznünk kell a pulzusát. Sajnálom, de meghalt. Várj, hogy történhetett ez? Megölte valaki Wednesday-t? Talán egy vámpír? Talán anyu volt? Mi van a hosszú karú apuval? Vagy akik összejátszottak. Gondom lesz rá. Alice Holmes nyomozó a szolgálatukra. Átveszem az ügyet. Hűha, egy igazi nyomozó. Ez olyan komoly. Hadd nézzem meg. Szóval ennyi maradt Wednesday-ből. Nagyon érdekes és nagyon zavaros. Szerinted ki gyilkolta meg Wednesday Addams-t? Írd meg kommentbe a főgyanúsítottad nevét. Kezdjük a nyomozást! Wow! Hihetetlen! A protokoll szerint kell eljárnunk. Most tegyünk oda egy játékot, ahol a testet találták. És kerítsük el a tett helyet, hogy ne sérüljenek a nyomok. Addams csírosó szalag. Wednesday-nek tetszett volna. Lám-lám! Mi? Itt van az első nyomunk. Ez vér! De kinek kellett az áldozat vére? A gyanúsítottak között van egy vámpír. Vér, vámpír, minden összeér. Wednesday-nek fogalma sem volt arról, hogy a vérszívó már hegyezte rá a fogait. Hűha, de először mindent ellenőriznünk kell. Hé, maga, Dracula gróf, szüksége lesz egy jó alibire. De én ártatlan vagyok, nem én öltem meg Wednesday-t, esküszöm. Nathaniel Sparks, vámpír, őrizetbe veszem, mert azzal gyanúsítom, hogy meggyilkolta Wednesday Addams-t. Soha nem innék Wednesday véréből. Leülni! Emellett diétázom. Csak pasztőrözött vért fogyasztok emberi artériák nélkül. Szóval, az első és legfontosabb gyanúsított Nate vámpír. Halljuk, hogy védi meg magát. Diétázod, de megszegte? Nem én voltam. Majd meglátjuk. Kezdjük azzal, hogy megvizsgáljuk a táskáját. Egy csomó szemét. Egy kis mink. Ó, ez érdekes. Ez Wednesday gyűrűje. Hogyan magyarázza ezt? Ez egy ajándék. Ne hazudjon! Megölte és ellopta a gyűrűjét. Nem, nem. Van alibim. Mindent elmondok. Nate története. Ez volt az év bulia. Mindenki jól érezte magát. És valami különleges dologra készültem. A futár késett. És kezdtem aggódni, hogy nem ér ide. Végre! Add ide! Ne olyan gyorsan! Előbb a pénzt! Tessék! Szép! És a borravaló? Miért fizetnék neked? Hol a rendelésem? Mi a helyzet az extra borravalóval? Anya! Itt a dobozod! Nagyon leköteleztél! Pontosan a tervem szerint kellett elkészíteniük! Lássuk! Gyönyörű! Reméljük eltaláltam a méretet! Oh, Wednesday szerelmem! Igen, készen állok arra, hogy felkínáljam neki az örökké valóságot, és megkérjem a kezét életem szerelmének. Nincs ennél szebb a világon. Mit akar Wednesday-jel? Miért mindig a legjobb jár ennek a sápat lánynak? Ó, Nate, bár csak tudnád, mennyire szeretlek. Nem baj, majd megtudod. Nem adom fel olyan könnyen. Szerettem Wednesday-t, és feleségül akartam venni. Á, várj egy kicsit. A bűnt Amanda a kalandor követte el. Meghaltál, milyen szívszorító! Tisztelet és búcsú! Megölte Wednesday-t féltékenységből! Ki? Ő? Szabad vagyok? Amanda, meg kell néznem a medálját! Nem, nem tudom. Rendben, rendben, itt van. Ez csak egy fénykép. Kiiktattad a riválisodat? Ezt teszi a viszonzatlan szerelem. Le kell tartóztatnom, Amanda! Nem tudtam, hogy illegális szeretni valakit. Nem az, de szerelemből ölni illegális. De nem én öltem meg, nem vagyok bűnös. Szóval az új főgyanúsított Amanda, a kalandor. Gyilkos, megpróbáltál csőbe húzni. Nyugi, van alibim. Ez történt. Amanda története. Javában zajlott a buli. A DJ pult mögött álltam, amikor észrevettem, hogy Nate valamilyen csomagot kapott. Gyönyörű! Minek neki ez a gyűrű?
Drágám, hamarosan együtt leszünk örökre. Annyira igazságtalan ez a világ. Mi lennénk a tökéletes pár, ha tudnád, mennyire szeretlek Nate-t. De nem érdekel. Egy napon találkozom az igaz szerelemmel. Egyébként ott van nekem Wooly. Kíváncsi vagyok, hol van. Szép! Hé, Wooly! Ez a buli nagyon durva. Gyere ide gyorsan! Mindig olyan szórakoztató Wooly-val. Rendben, folytatom. Apu hozott egy távirányítót a buliba. Különös! Ennyi. Nem vagyok bűnös. Nem öltem meg Wednesday-t. Igen, úgy tűnik, hogy nem Amanda tette. Szóval hosszú karú apu gyanúsan viselkedett a bulin. Ő az igazi gyilkos. Én? Esküszöm, hogy nem én voltam. Mi ez? A gyilkos fegyver? Az áldozat nem sejtette, hogy apu hosszú kezével megnyomja a halálgombját. Miféle halálgomb? Miről beszélsz? Mindig is sejtettem, hogy van egy sötét oldalad. Ide vele! Nézzük meg, milyen távirányítóról van szó. Készüljön fel! Nos, látja, ez csak a legújabb találmányom. Egy távirányító a váltakozó áramhoz. Nyomozás folyik ön ellen Wednesday Addams meggyilkolása miatt. Miért akarnám megölni Wednesday-t? Most ezt fogja elmondani nekünk. De tiszta vagyok. Ezek a kezek nem öltek meg senkit, becsület szavamra. Új fordulat az ügyben. Új gyanúsítottunk van. A gyilkost hamarosan leleplezzük. Eddig minden bizonyíték apura mutat. Gyilkos, hogy merészelted? Nekem is van alibim. Hadd meséljem el. Apu története. Nagyon jól éreztem magam a buliban. De a kor megteszi a hatását, tudod? Kimerült voltam és meleg lett. Ezért úgy döntöttem, hogy a legújabb találmányomat használom. Egy speciális távirányítót, amely megoldja ezt a problémát. Úgy értem, egyenesen a tökéletes hőmérsékletre állítja a klímát. Nézd, semmi különös, csak egy távkapcsoló. Még egyszer ellenőrzöm. Oké, hol van ez a klíma? Szóval kapcsoljuk be. Furcsa, nem történik semmi. Gyerünk! Nem működik. Hadd lássam, minden működik a mester kezében. Lehet, hogy csak elromlott. Lássuk csak. Igen, elromlott. Mi volt ez? Nem tud becsapni. Ez egy villanykapcsoló. És ezt hogy magyarázod, apu? Nem tudom, de biztosíthatom, hogy semmi közöm nem volt hozzá. Várj! Nézzék! A táska hiányzik. Itt volt. Micsoda csavar! Valaki ellopta Wednesday táskáját. A tolvajnak nyomot kellett hagynia. Itt van. Fehér haj és egy csokor. Bizonyítékokat kell gyűjtenem a részletes elemzéshez. Remek! Már csak el kell küldeni a laboratóriumba. Nem! Ez nem haj, hanem Wooly gyapja. Felhívom. Rendben, de gyorsan. Csak egy perc. Az előfizető lefedettségi területen kívül van. A telefonja ki van kapcsolva. Apu és Wooly tényleg együtt bűnöztek? Először apu lekapcsolta a villanyt, hogy senki ne lássa, hogy megöli Wednesday-t és játékszert csinál belőle. És amikor Wooly végre ideért a buliba, és látta, mi maradt Wednesday-ből, úgy döntött, hogy ellopja a testét? Ennek nincs értelme. Egyetértek, nem lehet. Várjunk, mi az? Még több gyapjú, csak most kék. Újabb bizonyíték, kivizsgáljuk. Bár nincs mit vizsgálni, minden világos. Van egy másik gyanúsítottunk is. Hági-vági. Várjon egy pillanatot, sürgősen telefonálnom kell. Wheeler rendőrtiszt meg kell találnom, és őrizetbe kell vennem Hági-vágit. Igen, főnök, tekintsd el intézetnek. Ő nyugodtan, szuperfogas. Bár kezdhetsz aggódni, nagy bajban vagy. Az úgy új fordulatot vett. Hági-vági gyilkolta meg Wednesday-t. Mindjárt megtudjuk, de először vizsgáljuk meg a bizonyítékokat. Itt a gyanúsítottat, főnök. Ki vele, nagy fej? Legyen, elmondok mindent. Csak egy eszköz voltam az igazi rossz fiúk kezében. Hági-vági története. Hogy vagy, drágám? Majdnem készen van, drágám. Már csak néhány mozzanat maradt. Szorítsunk rajta egy kicsit, és kész a plüsspisztoly. A tiéd, szerelmem. Köszönöm, apu, te drága.
és én gondoskodom a táv leállításról. Szuper, akkor minden készen van. Kövessetek, fiúk! Úgy tűnik, a vendégek élvezik a bulim. Apu, itt az idő! Értem. Jó éjszakát, gyerekek! Újabb áramszünet? Ha ez Pugsley műve, akkor kinyírom. Ne aggódj, édesem, Pugsleynak semmi köze hozzá. Viszlát, Wednesday Addams. Négy vámpír, le vagy tartóztatva? Nem számítottam arra, hogy a nyomozó ilyen gyorsan megjelenik. Hoppá, rendben van, kézben tartom. Tiszta a terep. Abban a pillanatban, amikor nincs senki a nappaliban, fegyvert kellett ragadnom, aztán megválom tőle és a plüss Wednesday-től. Szuper cucc. Nos, Wednesday Addams, mit szólsz hozzá? Minden tökéletesen ment, de Wooly a báránya semmiből előjött. Megvédem magam! Megpróbált ellenállni, de ez nem segített rajta. Szuper! Bónuszjáték a kollekcióhoz. Ma van a szerencse napom. Lám, lám, lám. Már várt a helyet, de csúnya Wednesday. És ami téged illet, Wooly, neked is találok egy hangulatos sarkot. Ez így volt. Segítettem anyucinak és hosszú karú apunak elkövetni a szörnyű bűnüket. Mindannyian veszélyben voltunk. Szégyelhetik magukat, gonoszok. Az ügy megoldódott. A Poppy Playtime banda volt az. Trükkös gyilkosok. Meg kell őket büntetni. De van ennél fontosabb dolgunk is. Hozzuk vissza a Wooly-t az életbe. Megvagy! Élek! Hurrá! Amanda! Ó, Wooly, nagyon örülök, hogy jól vagy. Szuper! Most vezdéljen a sor! 3, 2, 1, hajrá! Mi volt ez? Senki sem teheti tönkre a buliaimat. Majd később foglalkozom veletek, gazemberek. Jaj, nekünk! Igen, nagy szégyen. A kedvesem él. Éleszt fel a többieket is. Rajta vagyok, főnök, csinálom. Addig is vigyázok a bűnözőkre. Mondd, hogy csíz, apu. Hagyj egy barom. Kis Szimisztivel kellett volna összeállnunk. Legközelebb azt tesz. De ügyelj arra, hogy jól nézek ki azon a felvételen, rendben? Mi ez a zaj? Szörny! Sikerült eleget aludni, diákok. Maradj távol! Fel kell vidítanom őket. Hágik a dabra! Alien támadás! Mindenhol ott vannak! Még a Poppy Playtime szörnyek is szeretnek kedvükre horkolni. De a szőrös Hagi biztosan megfeledkezett a szobatársairól. Ilyen körülmények között nem tudok elaludni. Psst, Taylor! Mi az? Azonnal futnunk kell! De hogyan? Rács mögött vagyunk, és Papinál vannak a kulcsok. A legszebb óra, hála az okos agyamnak. Aha, van egy csodálatos ötletem. Minden hozzávaló összegyűjtve. Ezzel a klassz kütyüvel egy lépéssel közelebb kerülünk a meneküléshez. De a hadcsárben kis berregő, próbáljunk csendben maradni, hogy ne ébresszük fel az őrségünket. A horizont tiszta, tovább. Még néhány méter és szabadok vagyunk. A legfontosabb, hogy használd az agyad, és minden küldetés lehetségessé válik. Repülj a pához! Tudod, hova akarsz menni? Megkapjuk ezt a zsákmányt, és búcsút mondunk a börtönnek. Tényleg, Mr. Hagi nélkül akartatok szórakozni? Ne olyan gyorsan, okoska! Ne! Van néhány szörnyetek problémám, amivel foglalkoznom kell. Szép börtönéletet kívánok! A kék fickó nem szöghet meg. Nem veszem le rólatok a szemem, bűnözők. Legalább megszabadultunk a kísérteties cellatárstól. Odas! Miért nem ismerjük meg jobban egymást? Nem igazán akarom. Én sem. Hét kis színek. Mike, hely zseni. Miért vagy ide bezárva? Hosszú történet. Istenem, szörnyen szőrös lettem. Szőrellenes szérum. Megbízható gyógymódom. Szóval most rajtad a sor, sportoló. Inkább ember maradnék. Nem rázottak a cellatársad mancsát? Nagyon örülök, hogy találkoztunk. Az ágy a sarokban van, ebéd délben lesz. Csak a sportfelszerelésemet ne. Jaj, szegény karmaim, most voltam pedig kőrösnél. A szőr semlegesítve, és a kezem újra jó. Megtanítom őket, hogy esetsék meg a hölgyeket. Kiszi-miszi, különleges bemelegítése? Ez egy bosszú! Ki kell jutnunk? Támadás! Siess! Segítség! Ránk vadásznak! Rágják a fülemet! Feladom! Megérdemeltétek!
Adjunk hozzá C-durt, kiváló. Ciao! Hogy sikerült megszökniük? Ez okos húzás volt. Van terved erre az esetre? Épp számításokat végzek. Van már valami? Nem tudom. Egyelőre nálam fogtok lakni. Ez valami furcsa dekoráció. Túl sok a rózsaszín, vissza akarok menni. Talán az emberrabló megkönnyörül rajtunk. Voilà, csak hiszitek, srácok. Megmentettelek, és most engedelmeskednetek kell nekem. Szia, nem számítottál rám? Hoppa, elakadtam. Hagi utánunk jött, menj innen! A cső eltömődött! Próbáljuk leértékelni! Öntsd! Szerintem már csak egy kis csillogásra lenne szükség. Itt vagy, megvan! Menj inkább, Mike! Csak ne egyél meg, túlizmus vagyok! Még nem fejeztem be az enciklopédiát! Maximális töltés megvan. Teszteljük! Ez lesz a leckét! Szenteknősök! Anyu a legerősebb! Köszönjük, hogy megmentettél minket! Imádom az öleléseket! Gondolj a rács mögötti gonosz tetteidre! Soha többé ne látogass meg! Valaki elmagyarázza, mi történik itt? Végre sikerült! Csak játszottunk! Most meg mi történik? Nézu, fiú! Van egy gondolatom! Figyelmesen hallgass! Oké! Úgy tűnik, a Stréber és az izompacsirta nem akar velünk barátkozni, kedvesem! Vigyük őket távolabb egymástól, nehogy összeesküdjenek! Majd futás! Nem! Majdnem fő nélkül maradtam! Faj! Rendben, te akartad! Mikey, a négyszemű király nem tűri a zaklatást! Szerinted a szörnyeket meg kell büntetni, vagy meg lehet nekik bocsátani? Írd meg kommentben! A vadállatok végre alszanak! Haladjunk a terv szerint, partner! Csináljuk! Utánad, partner! Ez egy közeli hang volt! Tudom, mi segít nekünk! Bajuszos fánkok! Egy ilyen eszköz megnyugtatja hosszú karút! Édes álmokat! Gyerünk! A szellőző rendszeren át kijutunk innen! Óvatosan! Kövess! Ez egy fiaskó, tesó! Hé, hey, fiú! Hova az éjszaka közepén? Sies, csak menj és ne nézz hátra! Millió jelágazás van itt! Teljes sebességgel előre! Nincs ide gondolkodni! Anyu, nincs jól, ha elszalad a zsákmánya! Várjatok, kis gazemberek! Ez olyan nehéz! Abba kell hagynom az édességevést! Azt hiszem, sikerült! Zárjuk el az alagutat, és akadályozzuk meg a szörnyek átjutását! Gyerünk! Ereszkedj le szépen! Túl vagyunk a veszélyen! Vagy én vonok le egy kicsit elhamarkodott következtetéseket? Hol vagyunk? A börtönről kiderült, hogy tele van olyan helyiségekkel, amelyekről a srácoknak fogalmuk sem volt. Most bele kell merülniük az új Poppy Playtime kalandba. Hélek! Mindenhol játékok vannak! Ne esd pánikba! Van megoldásom! Hol találtad a távirányítót? Sosem tudtam ellenállni a piros gomboknak! Innen talán nem akarsz majd megszökni. Ó, ez olyan megható. Az idő nélküled olyan kinkeservesen telik, kedvesem. Szörnyetek vonzalom. Tilos a birtokáborítás minden hagi-vaginak. Túl sok hagi. Egyszerűen imádnivaló. Hé, ti, viselkedjetek jól. Ó, ez egy hasznos dolog. Mindenki túl elfoglalt. Akkor gyere velem. Ne beszéljünk a múltról. Készüljünk fel. Készen állunk a küldetésre! Bum! Miért ilyen műanyag? Miért változtattál minket babává? Nincs idő magyarázkodni! El kell menekülnünk, amilyen gyorsan csak tudunk, Taylor! Azt hiszem, tudom, hogyan fogunk kitörni innen. Van egy kis vidám parkunk. És első osztályú haver! Juhú! Kellemes utazást kívánunk! Ez a jármű úgy repül, mint egy rakéta, nem igaz? A Playtime vonat a szabadságállomás felé tart! Most hallottam a hangjukat. Nézd, elkerítették a vonatot. Lenyomnak minket. Tűnjük el a szörnyek látóköréből, és dolgozunk ki egy megfelelő menekülési tervet. De végünk van. Bízd bennem, túljárunk az eszén. Majdnem elfelejtettem. Használom a szupererőmet. Aha, elkaptalak benneteket, bosszantó huligánok. Hol vannak? Megint elvesztettük őket. Ez a cella tökéletes. Igen, itt semmi sem fenyeget minket. Hé, ti!
Szigorú biztonság. Csönd, és egy hangot sem. Oké, nem szoktok zajongani. Ez túl hangos. Figyelni fogok. Hoppá, ennek a felügyelőnek van egy titka. Ez a naív tréber és izompacsirta most az én szabályaim szerint fog élni. Tréber és izompacsirta, üdvözöllek a szörnyek börtönébe. Mi? Itt találhatók a legszokatlanabb, legkomorabb és legfélelmetesebb bűnözők. Meghalunk! Bár a sport segít elvenni a gondolatomat a szörnyektől, kezdek egy kicsit fáradni. Talán szomjas vagy. Wow. Köszönöm. Ez az, amire szükségem van. Kiderült, hogy a napból egy fénycsugár körülbelül 8 perc alatt éri el a földet. Tessék, itt egy zsebkendő. Köszönöm. Várj. Taylor! Mi? Ott van hosszúkarú anyu, ments meg minket! Dehogyis, régi sztori. Szörnyű bűntény történt itt. Az áldozat hosszúkarú anyu, és most eltűnt. Vajon hová tűnt a gyanúsított? A bizonyítékok szerint apu volt az. De akkor mi történt? Tisztul, elkerítettem a tett helyet. Nyomozó, nehéz ügyel nézzük szembe. Hosszúkarú anyu! Tíz? Mondjátok meg nélkülem! Nyisd ki gyorsan a cellát! Kilenc? Hamarosan befejezi a számolást! Nyolc? Mi történt sokáig? Hét? Gyerünk, menjünk! Hat? Nem erre jelentkeztem! Ó! Menj az útból! Hat? Várjatok! Négy? Nem tudok már fogni! Azt hiszem, leráztuk őket. Itt vagytok. Meg fog hallani. Három. Veletek vagyok. Találjunk ki valamit. Esetleg egy álcán. Kettő. Jó ötlet. Megtaláltam a megfelelő megjelenést. Nekem meg egy ilyen. Mi van? Ez egy win-win. Ez kész. Egy. Jövök. Régóta nem ettem desszertet! Jobb az íze, mint a börtönkásának! Halló! Megtaláltalak titeket, srácok! Tévedsz, én egy cowboy vagyok! A nevem Sas Sam! Jó napot! Mit hozhatok neked? Lesz ez, meg az! Őszinte szóval ez nem tetszik nekünk! Nem ismertél fel! Hagyi vagy! Ez nem fair! Miért nem húzz el most el, és megkeresünk? Tíz! Hová menjek? Hey, ébredj fel! Még 5 perc. Azt mondtam, ébredj fel! Jaj, ki vagy te? Szia, izé vagyok. Egy készhez beszélek. Mike! Ne, kérlek, ne csináld! Kár, hogy nincsenek kínzó eszközök. Könyörülj rajtam, bármit megteszek, amit akarsz. Wednesday Addamsnek sajátos véleménye van a szórakozásról. Puppy Playtime-ot fogok játszani. Ó, vigyázz! Jaj, durva, nyáladzik! Én te, a golfozás tilos a börtönben! Visszatérek arra a képfejűre. Kő, papír, alló! Megint vesztettem! Nem lehet mindig mindent erőszakkal megoldani. Játszunk! Előnyben vagyok a második kéz miatt. Ez nem segít rajta, Trébergém. Majd meglátjuk! Kezdek szédülni! A kosárlabdáról szóló könyvek nem segítettek. Hé, nyertem! És mit ér a meccs pompom lányok nélkül? Csak azért fogok táncolni, mert izé rábeszélt. Még azért zord bíztatás is javíthatja a morált. Bravo! Majdnem tetszett! A szörnyek csak a rémámomban léteznek! De Opila madár nem így gondolja. Mi? Hol? Ne egyél meg! Nem vagyok ehető! Valaki kiabál! Tennem kell valamit! És itt a megoldás a problémára! Így jobb! Gondolkodj, Mike! Hogyan mentheted meg magad? Mit szólnál egy játékhoz? Rendben! Ki gondolta volna, hogy még Ben szörnye is tud sakkozni? Egy pillanatra sem tud nyugodtan ülni! Psst! Taylor! Hey!
Mi? Nem akarom, hogy észrevegyen. Gyerünk! Gondolj valamire, amíg elterelem a figyelmét. Igen, aha. Van egy ötletem. Ki fogom használni a legnagyobb előnyömet? Az erőmet. Csodálatos! Mutasd meg neki, ki a főnök! Hol van? Nem látok semmit ebből a sisakban. Várj! Jaj! Igen, kiütöttem! Ó, szegény zseniális fejem! És hol van Ophelia? Nincs más választásunk, alkalmazkodnunk kell ehhez az élethez. Meleg van, hol a kaja? Hé, a kezem nem volt az étlapon. Új tervre van szükségünk. Túlságosan félek tőle. Már megint kizavarta meg az alvásomat. Csak ne is meg minket. Hagyd abba a kiabálást. Te, vedd a cuccaidat és kifelé. Jaj, akkor jól van. Gyerekek, indulunk. Megmenekültünk. A magánzárkának jó a hangszigetelése. Végre szabadok vagyunk. Miért mosolyogsz? Nem. Jól csinálod. Mit fogsz most lépni? Hadd gondolkozzam. Tudom. Mi? Sakmat. Ezt nem teheted. Ez szabályellenes. Mondd meg neki. Kajá. Vampira. Mi? Majdnem kitört a fogam. Gyerünk, támad meg! Piszkos trükköket használsz! Segítség, segítség! Hívd a biztonságiakat! Segítségre van szüksége? Lehetetlen, hogy itt maradjak! Miért van annyi szörny? Tisztúr, ezt látnod kell! Valami baj van? Hagi-magi, futás! Körbe vagyunk véve! Gyertek hozzám! Végünk! Hé, Dracula gróf, gyere ide! Nos, várj egy kicsit! Hova ment? Kaja! Vedd le rólam a fogaidat! Ez nem udvarias! Bocsi! Menj vissza a celládba! Rendben, a rácsok nem állíthatják meg! Van egy ötletem! Ez segíteni fog! Próbáld ki most! Meg tudod csinálni a trükköt újra? A fogkaimat csak egy sztereotípia. Várj, miért nem működik? Megpróbálom újra. Hogy lehet? Működött! Ez egy biztonsági rendszer a vámpírok ellen. Viszlát, így kell lennie. Fel kell szerelnünk a táblát a tervrajzon látható módon. Meg tudod csinálni? Igen, kis könnyű. Valamiért nem tudom. Talán erősebben kell megütnöd. Nem segít. Mit tegyek? Hát próbáljam meg! Ez itt tökéletes! Köszönöm, Ophelia! Nem számítottam rá, hogy segít nekünk. Megmutatom ezeknek az amatőröknek az igazi művészetet. És tehetséges! Befejeztem, nem kell megköszönni. Wow! Szuper! Jó munkát végeztünk! Mit csináltok, srácok? Megharaplok, amíg az... Nem fogják megúszni. Őr vagyok! Ez egy szörnyetek börtön, úgyhogy maradjatok ott! Nem felejtettünk el valakit? Soha nem fogtok megtalálni. Új nap a börtönben, és az ébresztő éneke kelj fel és ragyogj, izmos! A trúminázat visszatért! A kemény srácok nem mosolyognak magukra a tükörben, és ha mégis, akkor csak a rendkedvéért! Le a tegnapi falatokkal! Aki alszik, lusta! A gyakorlatok hívnak! Kezdésnek fejjel lefelé állás! Könnyed bemelegítés! Megedtem a jobb horgomat! A mester nem ismer kegyelmet! Emlékezz arra, hogy ne hagyd ki a lábnapokat! Csináljuk lelkesen! Az a rengeteg tudás! Bebizonyítom, hogy én vagyok itt a legjobb testépítő! Ismerkedj meg az acélöklömmel! Ezt nevezed ütésnek! Vigyázz! A macsó megőrült! Csíp, mint egy méh! Micsoda látvány! Gratulálok, kedves szülinapos! Boldog visszatérést, Méri! Ajándék nekem! Nagyon aranyosak!
Köszönöm, nagyon örülök. Mit meg nem tesz az ember a kedvenc alkalmazottjáért? Nekem nincs ajándékom, gyorsan ki kell találnom valami meglepetést. Ehe. Nos, a ravasz ajándékok divatosak manapság. Szép. Készítsünk valamit kézzel. Segíts rajtam, makacscső! Kész. Hey, Mary, egy aranyos vashullahop neked. Juhú! Szigorú és elegáns. Tökéletesen jellemez engem. Így kell használni. Látod? Mint egy gyűrű. Mázlin van, Taylor. Mikey még alszik? Még horkol is a könyvmoly. Megnézem, mi a baja. Kelj fel és gratulálj a szépségnek. Mi ez a csavar? Kikapcsolta le a villanyt. Oh, még mindig börtönben vagyok. Miféle strébes szarkazmus ez? Hol van Mike? Buli van. Van torta is. Várjunk egy percet. A fogoly kiszabadult. Katasztrófa. Mit csináltál a barátommal? A legboldogabb napomon szökött el. Az ünnep tönkre ment. Itt nincs. Mike! Mikey! Komoly keresési akcióba kezdek. A cellában kell lennie valami nyomnak. Kezdjük! Gyerünk, bizonyíték! Itt vagyok, osrác! Oké, nem adom fel. Egy lehetséges rejtekhely. Vizsgáljuk meg a titkait. Egy csomó embléma. Ma nem, fizika. Menekülési tervek? Ó, szép kis lelet. Gyerekkora óta jó képű. Taylor pedig régóta az edzésnek szállottja. Gyönyörű. Micsoda Sherlock vagyok. Mike, nem hagyná itt a kedvenc játékát, tehát itt kell lennie valahol. Egy rejtvény, felügyelő nélkül. Hú, jól fogok szórakozni. A szeleteket magam készítettem, tessék, pite és leves. Éhes vagy, kedves? Igen, az étel szörnyű, de a többi elviselhető. Végre! Sajnálom! Találtál magadnak egy új barátnőt? Soha nem láttam még. Menj arrébb, keresek valamit. Esküszöm, nekem semmi közöm hozzá. Egy alagút? Őrült. Ez tényleg különös. Szia! Annyi mindent kell ellenőriznem. Ne zavarj! Kérlek, folytassátok. Nincs semmi köztetek? Abszolút. Óvatosan, a lábam elé nézek. Nem is tudtam, hogy ilyen hátborzongató zugok vannak a börtönben. Utálom a pókokat. De nézzük meg ezt a szekrényt. Oh, csúnya, Hagi! Talán Mike úgy döntött, hogy megpihen ebben az elfeledett koporsóban? Olyan fiatal volt! Várjunk! Dolgok biológia órára? Most már minden világos! Téves riasztás! Éhesek vagyunk! Mikor lesz ebéd? Viszem!